számomra nagy megtiszteltetés, a megbecsülés és a tiszteletjele, a pedagógus képzés iránti elismerés is egyben. Bezerédi István 1818-ban az esküdti fogadalomtételekor elmondta, hogy a hazának jót és hasznosat, tehát a közjóért kell dolgozni, harcolni, és ezt tette egész életében. Bezerédi István a kutatáson fókuszába került. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a Bezerédi Istvánról készült könyvemet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiválasztotta, és az által alapított Bezerédi díj jutalmául adja át a dolgozóinak. Az én utam 50 év a katedrán, ebből 48 év Szekszárdon, pedagógiát, pszichológiát oktattam, illetve számtalan pedagógiai tárgyat. Az oktatás során körülbelül 6000 hallgatót oktattam. A kutató munkám is szerte ágazó, rendkívül fontos a bezerédi kutatás, a pedagógus képzés történeti kutatás, a német nemzetiség történeti kutatás, a család történeti kutatás. Örülök annak, hogy Szekszárdon élek, örülök annak, hogy Szekszárdon találtam meg az értékest, és örülök annak, hogy Szekszárdon adhattam át a hallgatóim számára az értéket, mert mindig is az volt a legfontosabb számomra. Az értékteremtés, az értékátadás és az értékmegőrzés. Akik ezen a pályán elindítottak, motiváltak, a szüleim, akik mérhetetlen energiával, segítőkészséggel támogatták a munkámat, végigkísérték, segítették. Hálás vagyok professzoromnak, dr. Mészáros István professzor úrnak, aki a kutató munkámat egészen 2021-ig a haláláig támogatta, segítette. Őszintén köszönöm.